Lapozzunk a Bibliáinkban a Máté evangélium a 28. fejezetéhez, és az utolsó verseket nézzük meg a Bibliában, a evangéliumokban, Máté evangéliumában konkrétan, a misszióparancsot, vagy a nagy küldetést, és én már a második alkalommal foglalkozunk ezzel a szakasszal. Igyekezve megérteni Krisztus, hogy is mondjam, testamentumát, végrendeletét, mielőtt elment a mennybe, meghagyta a tanítványoknak az ő szándékát és akaratát, hogy mihez igazítsák az életüket, és mi határozza meg a gondolkodásukat, a célkitűzéseiket. Máté evangélium a 28-as fejezet, 16-os verstől olvasom egészen a rész végig, helyünken ülve hallgassuk Isten igét. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra helyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tehetek tanítványán minden népet, megkeresztelve, azaz bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek is, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Az ige szakaszban azt olvassuk, hogy a tanítványok elmentek arra a helyre, ahova Jézus rendelte őket. Galileában volt ez a hely, ahova abban a 40 napos időszakban, amikor feltámadása után még a názáreti Jézus a mennyben menetele előtt itt volt a földön, ugye 40 napig még tanította a tanítványait, és ki emlékszik, Bibliát olvasókhoz szólok, kérdezem, hogy miről tanított Jézus a 40 nap alatt? Isten országának dolgairól, valóban a mennyországról, Isten országának törvényszerűségeiről. Tehát Jézusnak a 40 napi tanítási időszakában a legfontosabb az volt, hogy a mennyországról és Isten mennyei világáról tanítsa a földön élő embereket. Mennyire fontos ugye, hogy bennünket is ébrezgessen a Szentlélek a mennyországgal kapcsolatosan, hogy tegnap egy csodálatos imas dicsőtő alkalmon megélhettük együtt, több más gyülekezetből összejöttünk, és imádkoztunk együtt, és dicsértük az Urat ezen a pünkösd utáni héten, szombaton. A 11 tanítvány elment tehát, és nem 12, hanem 11 volt. Júdással kapcsolatban tudjuk, hogy gyakorlatilag Júdás 3 esztendőn keresztül ott van Jézus mellett, minden tanítását szinte hall, látja testközelből a csodákat, hogy vakok látnak, sánták járnak, süketek hallanak, leprások tisztulnak meg, halottak támadnak fel, tehát testközelből látta a természet feletti csodákat, amit Jézus tett, mégsem lett szívében Krisztus követő. Erre szokták mondani, hogy az ember megpróbálhat jobbnak lenni, de az életét megjobbítani képtelen. A szív cserére van szüksége. A szívet pedig megváltoztatni egyedül az élő Isten képes, Jézus Krisztus, a mi Urunk által, méghozzá új szívet ad, újjászületést ad az embernek ilyen módon. Júdásról tudjuk, hogy 30 ezüst pénzért árulja el a názáreti Jézust, majd amikor látja, hogy elítélték őt, és halálra szánták, akkor visszamegy a papokhoz, és vissza akarja adni a pénzt, nem fogadják el tőle, bedobja a templomba, és a Biblia azt mondja, elment és felakasztotta magát, majd leszakadt a kötél, és derékban ketté hasadva a belszervei kifordultak. Így halt meg Júdás. Mondja a Biblia, hogy bánkódott ugyan, de Júdásban nem bűnbánat volt, hanem abban az bánt, hogy nem jött össze. Tehát amit ő tervezett, az nem jött össze. Mekkora különbség van a bosszúság között és a bűnbánat között? Amikor az ember bosszankodik, hogy nem az történik, amit én akarok, ez sok ember előfordul, és bosszantja az embert, vagy amikor belátja, hogy bűnös ember vagyok, Isten előtt vétkes ember vagyok, és meg kell térnem. Az igaz bűnbánat megbánhatatlan megtérést eredményez, a bosszankodás pedig gyakorlatilag semmi jót nem eredményez az ember életében.
Jézus tanítványaival, a 11-el kapcsolatosan tudjuk, hogy Jézus már halál előtt elmondta nekik, hogy amikor föltámadok, előtetek megyek Galileába, majd amikor az asszonyok az üres sírhoz mennek, és találkoznak az angyalokkal, látják az üres sírt, nincs ott Jézus, mert feltámadt a halálból, az angyalok mondták nekik, hogy ahogy megmondta nektek, mondjátok meg tanítványainak, hogy menjenek Galileába, mert oda megy előttetek. Aztán Jézus maga is az asszonyoknak mondja, hogy ahogy megmondtam nektek, megyek Galileába, szóljatok a tanítványoknak, jöjjenek oda. Tehát azt lehet tudni, hogy bár a tanítványok fizikailag nem Jézustól hallották, hanem az asszonyoktól hallották, mégis elmennek és engedelmeskednek, hogy az idősorrendek hogy történik, mikor ment be Jézus hozzájuk és Tamással, ezt pontosan azért nem tudjuk megmondani. A lényeg mégis az ebből, hogy engedelmeskednek Jézus szavának. A 11 tanítvány oda megy, hogy a feltámadt Jézus Krisztussal találkozzanak ott és akkor, ahol Jézus mondja nekik. Milyen furcsa ez a dolog. Az emberek mennyire hajlamosak arra, hogy majd hiszek a magam módján. Majd én eldöntöm. Isten nekem ez. Nem tudom, te baptista vagy, jól van, én meg református vagyok, én meg katolikus vagyok, én meg ez vagyok, az vagyok. És akkor az emberek berakják vallásukat, vallásuk Isten a saját dobozaiba. De bocsássatok meg, az élő Isten nem fér bele a dobozaimba. A tanítványt, az igaz keresztény embert arra lehet megismerni, hogy hallja az Isten szavát, és engedelmeskedik neki. Azt mondja a Biblia, hogy a fiúság szellem, akiben benne van, arról ismerszik meg, hogy hallja a Szentlélek szavát, és engedelmeskedik neki. Ez jelenti Krisztushoz tartozónak lenni. Mondja az írás azt is, hogy némelyek kételkedtek, felmerült bennünk a kérdés, a 11 tanítvány ott van, és gyakorlatilag leborulnak Jézus lábait, akkor ki kételkedett? Hát tudjuk azt is Pál apostoltól, hogy ezen a találkozón nem csak a 11 tanítvány volt ott, hanem több mint 500-an is jelen voltak. Jézus széles tanítványi köre, akivel valamilyen módon kapcsolata volt Jézusnak, és követték őt életének jelentős szakaszában, földi szolgálatának jelentős szakaszában. Azok közül több mint 500-an mentek el, és látták Jézust, és amikor a korintusi levélben erről Pál apostol tanúságot tesz, nagyjából Krisztus után 55-ben azt mondja, hogy ezek közül még többen mindig élnek, tehát ha nem hiszitek, hogy Jézus feltámadt, menjetek és kérdezzétek meg. Na ez az ok, amiatt nem tudták eltörölni az evangéliumot, mert sok szemtanú volt. És ezzel nem tudtak mit kezdeni, ez egyik. A másik, Jézus feltámadásának ereje megnyilvánult a tanítványokon keresztül is. Ugyanaz az erő, amely Krisztus földi szolgálatának idején megnyilvánult a tanítványokon keresztül, tehát innentől kezdve nem tudták elmismásolni a dolgot. És azt mondja az írás, hogy az egész világ őket követi. Már meg vannak rémülve, hogy minden tájról megtérnek emberek. És egyre többen vannak, akik követik a tanítványok bizonyságtétele nyomán Jézus Krisztust. Tehát a mások, akik közül némelyek kételkedtek, valószínűleg ebből az 500 tanítványból került ki, ez a tágabb tanítvány körben, kétségbe fogták őket, hogy tényleg feltámadt. Most gondoljuk azért bele, hogy valakit eltemetnek, harmad napig benn van a sírba, és azt mondják, hogy menjünk el Jeruzsálemből éjszakra, egy hosszú gyalogutat tegyünk meg, mert ott fogunk majd találkozni azzal, aki feltámadt a halálból, hát azért, na, biztos, hogy ha beleérzünk ebbe a helyzetbe, bennünk is lettek volna kétségek, tehát azok mentek útközben, hát megyünk, mert megy a többi is. Vannak ilyenek, akik mennek a többivel. Még nincs személyes hitük egy-egy dologban, de viszi őket a többi. Hadd mondjam nektek, hogy ez is egy jó dolog. Ez is egy jó dolog, menni a többivel. Ezek hátra tudják, hova mennek. És akik odaérkeztek, akkor személyesen ők maguk is meggyőződtek arról, hogy a Názáreti Jézus feltámadt, ott állt előttük Jézus. A sebek ott voltak a kezén, látták őt, és mégis kételkedtek, hogy létezik, hogy ez valóság. A 11 tanítványról azt olvassuk, hogy leborultak Jézus lába elé. Na most, ismerve a zsidó embereket, egy hívő zsidó ember egy másik ember előtt soha nem hajtott volna térdet, inkább meghalt volna. Bibliában vannak is ilyen példák, például a Dániel társa is, Adrak, Mésák és Abédnagú, egy bávány áldozat, bávány szobor előtt kellett volna lehajtani, meghajtani a térdüket, különben azt mondta, hogy megöllek benneteket, megöletlek benneteket, és akkor sem
hajtották meg a bálvány előtt magukat. És senki előtt, senkit nem imádtak, és ez a leborulás, lábához borulás, az imádatnak volt a jele. Nem csak arról volt, hogy tisztelek valakit, vagy pukkedlizek egyet, tehát ez nem erről szólt, hanem kifejeződött benne az Isten imádat. Egy zsidó ember másik ember előtt soha nem borult volna le. Ebből is látszik, hogy a 11 apostol egyértelműen a mindenható egyik az örök Istennek tartotta a názareti Jézust, aki feltámadt. Úgy olyan imádatot adtak neki, mint az Istennek kijáró imádat. És azt is tudjuk, hogy Úrnak és Krisztusnak tartották szívükben a Mesiást, és erről tesz tanúbizonságot Péter apostol, amikor az első prédikációja pünkös után elhangzik. Tudjátok meg tehát Izrael háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá, Krisztus az megváltóvá felkenté tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. A misszió parancs bevezetésében Jézus világossá teszi a hatalom gyakorlás kérdését. Almási Tibor professzor fordítása így hangzik: nekem adatott minden fennhatóság menjen a mennyre és a földre nézve. Jézus az ő halálával és feltámadásának dicsőségével egyrészt kifizette a bűnei büntetését, azaz engesztelést végzett, kiengesztelt az Istent a bűnök miatt érzett haragja miatt, az istentelenség miatt érzett haragja miatt, ezt megtette egyszer. Kétszer az ő feltámadásának dicsőségével nyilvánvalóvá tette szabadító hatalmát, azaz, hogy diadalmaskodott a halálon, így a bűn és az ördög felett. Azaz megváltozott a hatalmi rend. Az ördög a bűnbe esett, a emberiség bűnbeesése következtében uralkodni kezdett a földön. Azonban a názareti Jézus halála és feltámadása által megváltoztak a hatalmi viszonyok. A názareti Jézus, azt mondja a Biblia, nyilvánosan megszégyenélte a sátánt, és diadalmaskodott ő felette, azaz megszerezte a totális uralmat és hatalmat. A tanítványoknak azt mondja, hogy az enyém a fennhatóság a föld felett is, és a mennyeiek felett is. Amikor Jézus bevonult a mennybe a feltámadása után, imádta őt az ég minden angyala. Olyan hódulatot adtak a názareti Jézusnak feltámadásakor a mennyben, és hadd mondjam nektek még a földre jövetel előtt is, mint az Istennek. Ahogy az Istent imádják az ég angyalai, úgy imádták a fiút is, mert ők egyek. A názareti Jézus Krisztus Isten maga. Azonban azt látjuk, hogy a földön mégis olyan sok területet ural még az ördög. Hát igen, ezt én értem, de amiről kimondták, hogy az Istené, azt el kell foglalni. Oda be kell vonulni. Kicsit hasonló ez a zsidó nép Izrael honfoglalására nézve, és amikor Isten odaígérte nekik a helyet, de el kellett foglalni. És azt mondta Isten, hogy nektek fogom adni, de harc árán fogjátok elfoglalni. Na pontosan ennek a harcnak a misszió küldetése hangzik el, hogy menjetek el, azaz juttassátok érvényre az én hatalmamat a földön. Vigyétek be az én üzenetemet az emberek közé, és aki ezt az üzenetet hitáltal befogadja, azt megszabadítom az ördög hatalmából, azaz érvényre jut az életében az én fennhatóságom. Ezért lehet az, hogy ma valaki meg tud térni. A legsötétebb bűnökből, a legsötétebb okkultizmusból is ki lehet jönni, mert Jézus Krisztusnak a hatalma által meg tud szabadulni az ember. Mert a fennhatósága ezen a földön is, fennhatóság ezen a földön is a názareti Jézus Krisztusé. Nincs hatalma többé az ördögnek azok felett, akik az Úr Jézus nevét segítségül hívják. Mert meg van írva, hogy aki segítségül hívja az Úr Jézus nevét, az megszabadul. Ebben lett nyilvánvaló, mikor azt mondja Jézus, most már enyém a hatalom, a földön is. Juttassátok érvényre az én hatalmamat. Azt mondja az Efézus levélben az írás, a lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljesítesz mindent mindenekben. Aztán
A Filippi levélben, 2.9-től, ezért fel is magasztalta Jézust az Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ezért lehetséges az, hogy amikor valaki imádkozik, Úr Jézus, szabadíts meg, bocsáss meg nekem, ott nincs maradás az ördögnek. Mit tartalmaz a misszió parancs? Ugye egyik gyufa gyújtja a másikat. Ez történik 2000 éve. A láng, a tűz, az megy tovább, generációról generációra. Azt olvastuk, hogy menjetek el tehát érdek tanítványa minden népet, bemerítve őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében, ugye ez egy Isten nevében, aki egyik az Szent Háromság, egyik az Örök Isten, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Említettem már nektek, most visszautalok az előző alkalommal elhangzottak, hogy egy parancsolatról beszélünk, ami az ígéret kapcsolódik. Az ígéretek akkor teljesednek az ember életében, ha a parancsot megtartja, és annak engedelmeskedik. Hasonló parancsolatról beszélünk, ami kicsit párhuzama ennek a parancsolatnak az Ószövetségben, a 10 igének az 5. parancsa, tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön, amelyet az Úr a te Istened ad neked. Ezt mondja Pál apostol magyarázva ezt a parancsolatot, tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret is fűződik. Mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy a földön, azt mondja az írás. Itt is egy parancsolatról beszélünk, amelyben megnyilvánul az atya iránti tisztelet. Tiszteld atyádat, hogy hosszú életet kapj, és áldás nyerj a te örökségedben, azt mi az írás. Ez egy párhuzam. A misszió parancsolatról viszonyulás megmutatja, hogy mennyire tisztelem én Istent, az én atyámat. És ehhez a tisztelethez párosul ígéret, amely beteljesedik mindazoknak az életében, aki tiszteli az atyát, azaz a parancsolatai szerint él. Nem lehet lehívni csak a jót. Az ember szeretné csak a zseb Jézust, mondtam nektek, ilyen dzsin Jézust, hogy most nagy bajban gyógyíts meg. Most érettségizek, segíts meg. Most munkát keresek, segíts meg. Most béremelés jönne, segíts meg, hogy én nagy béremelést kapjak. Megdörzsöli a lámpát, kijön a dzsin, aztán menjen vissza, ne is nézze az életemet. Szombat este azt csinál, amit én akarok. Az enyém, bocsi, ne szólj már bele. A parancs megtartása vonja maga után az ígéret beteljesedését. Nagyon különös a 10 parancsolatnak ez a 5. parancsolata, ugyanis zsidó gondolkodásmód szerint ez az első törvénytáblán szerepelt, amelyet Isten maga az ujjával írt föl a 10 igét, ugye 2 törvénytáblára. És az első törvénytáblára tudjuk, hogy az Isten tiszteletének parancsolatai vannak benne, az Istenhez való viszony parancsai vannak benne, és ez az ige, a szülők tiszteletének igéje, ez oda került az első táblára. Mennyire így van, látjátok, hogy az atya tisztelete az, amiről szó van a szülő tiszteletében elsősorban. És ez egy tanítás nekünk szülőknek. Tisztelhető kell, hogy legyünk. Mert az atya tisztelhető. Az atya példa. Az atya igazat mond, az atya következetes, igazságos, jóságos, feltétel nélkül szeret. Ez legyen a szülőnek is példa. Azaz nem követelhet tiszteletet egy olyan szülő a gyerekétől jogosan, hanem tiszteletre méltó az élete. És hiteltelen. Tudjátok, szoktam mondani, az 5. sör az apa kezébe, a dek a másik kezébe. Ne igyál, ne cigizzél. Mert az nem jó. Hát mitől lesz ez tiszteletre méltó atyai tanács? Hát semmiképpen, ezért mondják, hogy alkoholista szülőknek alkoholista gyereke van nagy százalékban. Mert mit fog csinálni? Követi a példáját. Ha csak nem lesz másik atya, azaz nem születik újjá, és válik atyává az élő Isten, és a tőle tanult szeretettel még a kutyaütő apját is elkezdi szeretni. Méghozzá megtérésre szeretni, hogy a Krisztus fennhatóság alá kerülve megszabaduljon a bűn és az ördöggyötés alól. Ez a szeretet. És ez az igazi tisztelet.
Hogyan állunk Isten tiszteletével mi, ma élő emberek? Mérd le az engedelmességedet. És én is. Az engedelmességünkön lemérhető, hogy mennyire tisztelem az Istent. És pont. És semmi más nem kell csinálnod, mennyire engedelmességünk Istennek. Ja, bocs, hát ezt kell hallani a hangját. Ja, hát ha hallani a hangját, meg kell hozzá közvetlen kapcsolatban lenni, és nem dzsinj Jézusokat csinálni magunknak. Hanem az élő egyik az örök Istent imádni. Teljes szívünkből, és minden erőnkből, és minden rezdülésünkből. Azt mondja az írás, hogy menjetek el, és tegyetek tanítvány minden népeket. A menjetek el kifejezés, megnéztem a görögben, különös. Egy kettős hatású igeidőben van. Azaz, nagyon érdekes, az igéri azt jelenti, hogy van egy ösztönzés, egy külső indítatás, egy külső ösztönzés, és a másik része pedig az, hogy belső motiváció is megjelenik az emberben. Tehát egyrészt Jézus parancsolja, de nem csak ez valósul meg benne, hanem valami a szívében megragadta őt, és mert megragadta őt az Isten szeretete, ezért a belső ösztönzése is van, hogy Isten akarata szerint éljen. Nem lehet másképpen Isten tetsző életet élni, mert nem megy sokáig. Az Istennek való tetsző élet emberi erőködésből maximum addig működik, mint a szilveszteri fogadalomtételek. Ha nem jelenik meg benne ez a belső meggyőződés és ösztönzés. Tehát külső hatásra is beszél a Biblia itt, és egy belső ösztönzésről. Azaz azt mondta Jézus, hogy menjek, de ezt nem azért csinálom, mert ezt mondta Jézus, hogy menjek, és én most, ha beledöglök, akkor is engedelmeskedek, meg jó hívő akarok lenni, hanem magam is így látom jónak. Az én szívemben is ez van. Hogy ez a legjobb, és örömöm van benne, felfedezem, amikor neki engedelmeskedek. És igazán az életemben a Szentlélek ereje és teljessége akkor kezd kiáradni és buzogni, amikor neki engedelmeskedem. És tudjátok, azért ilyen szegény sokszor a kereszténység, mert nem engedelmeskedik az Istennek. És ehhez minek jönne a Szentlélek ereje? Minek áradna a Szentlélek egy engedetlenségre? Még dicsér is meg az Isten? Még áldjon is meg az Isten az engedetlenségemben? Ám de, amikor az ember szíve eldönti, hogy engedelmesége az Istennek, kiárad Isten szelleme, és természetfeletti módon kezd megnyilvánulni az Isten. Elmondtam tegnap egy történetet az én életemből. Mentem Budapestre munkaügybe, és előtte még találkoztam gyülekezetplántálókkal, és hogy hogyan tudnánk segíteni a missziót az országban. És időbe indultam, ráhagytam legalább 20 percet, hogy időbe oda is érjek. Mert ugye az autópálya. Ez csak írja a GPS-em, hogy 38 perc késés. Azaz több mint 50 percet megemésztett valami. És kírja, baleset az úton. És a GPS nagyon okos, tudjátok, térjen le, menjen kerülő út, aki számolta nekem, de akkor is még nagyjából 30 percet késtem volna arra a megbeszélésre, amit én vezettem. Gondolkodtam emberileg magamba, na jó, lemegyek és nyomom neki. Aztán eszembe jutott, hogy most bocsi, menjek egy szellemi szolgálatra gyors hajtással. Szentségtelenül. Majd leimádkozom, tudjátok. Ilyen bolondok vagyunk néha. De mondom, nem. Nem, mondom, nem is megyek le az útról, mert akkor biztos nem érek oda. Uram, te a Vöröstengert ketté választottad, neked nem probléma egy dugót ketté nyitni. És segíts meg, időben odaérek, hogy ne szégyenüljek meg. Mert szégyen lenne. És látod, hogy én időbe indultam. Nem azért késlekedek, mert nem keltem fel időbe. És képzeljétek, elindultam, és elkezdett a forgalom felgyorsulni. És akkor a GPS számolta vissza fel az időt, és egy perccel a megbeszélés kezdet előtt megérkeztem, és pont a megbeszélés kezdetén beléptem az ajtón. Dicsőség az Úrnak! Dicsőség az Úrnak! De látjátok, Isten csodatévő munkája, és feleségem miközben felhívott, hogy a rádió is bemondta, hogy baleset van az M3-oson. Tehát tényleg nagy balhé volt. De az Istennek volt hatalma arra, de nekem el kellett dönteni, hogy a szentség útján járok. És tudtam, hogy Isten akarata az, hogy én ott és akkor legyek, és arra menjek, amerre mentem. És nem tudta útomat állni az ellenség. Látjátok, Istennek a tapasztalatai, Istennek volt tapasztalatok, az engedelmességből fakadnak. Lehet, oda értem volna 20 perc késéssel, 120-an meg 30.000 forint bírságokkal itt ottam ott, és akkor nagy zaklatottsággal beültem volna, mekkora áldás lettem volna a testvéreknek. Mennyire vezetés alatt lettem volna révületbe a Szentlélek által. Hát nem attól idegességtől lettem volna révületbe. Így meg az Úr adott békességet, nyugalmat, és az ő kezébe tettem le a dolgot. Tehát menjetek, azt mondja Pál apostol, Krisztus szeretete szorongat. 2 Korintusok 14-ben. Minket, mivel azt tartjuk, ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt.
és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek többé, ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadott. Mit mond Pál apostol? Miért teszi, amit tesz? Mi szorongatja szívét? Mi buzog benne? Még nem aludtok, még fent vagytok. Tisztellek veleteket, nagyon higgyétek el. De én állok és én dolgozok most, itt csak ültök. Gondoljatok bele. Iszadok keményen, mint ti. Küzdünk a hitért. Afrikában ilyenkor még táncolok is, jó, azok fekete bőrűek, tudjuk. Szóval, Krisztus szeretete szorongatta Pál apostolt. Mit mondtunk, hogy külső és belső ösztönzés? Szólt a parancs, de ez nem, Pál apostol nem azért engedelmeskedett Krisztus parancsának, mert üzletet akar kötni az Istennel. Hanem azért, mert szívében ez volt. Tegyetek tanítvánnyá minden népet. Ugye az első, a parancs első része, hogy menjetek el. Ez volt. A másik az, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet. Azaz, hasonló az előzőhöz is, hogy megvan benne a mi felelősségünk, de nem tudok tanítványa tenni egy olyan embert, aki nem akar Krisztus tanítványa lenni. Azaz, menjek el, hirdessem az evangéliumot, és tegyek meg mindent annak érdekében, hogy aki akar, megtérhessen, de az ő felelőssége is, hogy mit kezd azzal, amit hall. Az én felelősségem, hogy elmondjam neki a Krisztus szabadító evangéliumát, az ő felelősség az, hogy mit kezd ezzel az üzenettel. Tehát kettős hatás van itt is. A mi felelősségünk azonban az, hogy hirdessük nekik. Azoknak felelősség pedig, akik hallgatják, hogy elfogadják, vagy elutasítják Krisztus kegyelmét, avagy odaszánják-e az életüket a Krisztus követésére. Egy-egy személy életében, már mondtam nektek, ebben a mai korszakban is igaz, de Pál apostol életében is igaz volt, nagyon sokat kell befektetni ahhoz, hogy megtérjen és Krisztus tanítványa legyen. Pál apostol azt mondja, hogy szenvedések között szültelek meg titeket. Hogy a Krisztus meglátszódjon az életetekben. Tehát Pál azt mondja, hogy küzdöttem azért, hogy legyen itt egy gyülekezet. Korintusban, úgy emlékszem, korintusoknak írja. Tehát nem arról volt szó, hogy Pál apostol vidáman elnyalt egy fagyit, van 5 percem, beugrok már Korintusba, leavangézálom a várost, én megtettem, hanem nagyon komoly odaszánt életről beszélünk, komoly küzdelemről beszélünk, és azt kell mondjam nektek, hogy ma ahhoz, hogy megtérjen valaki, nagyon komoly odaszánt életű keresztényeknek a szolgálata kell, nem is csak egynek. Folyamatos, újabb és újabb impulzusok kell, hogy érjék az embereket. Az, hogy meg tudjon térni, és valóban Krisztus tanítványa legyen. Azt mondja Jézus, hogy minden népnek hirdetni kell az evangéliumot, ebben megnyilvánul a Krisztus és az Atyaisten személyválogatás nélküli szeretete. Nekünk felelősségünk, hogy imádkozzunk a misszionáriusokért, akiket más népekhez küld el az Isten, más népek felé szolgálnak. Mennyire elfeledkezünk erről? Milyen természetes nekünk az, hogy mondjuk Onken, Európa apostola hirdette az evangéliumot Hamburgban, és 10 országba küldött ki misszionáriusokat, többek között Magyarországra is, és ezért alakulhatott meg az újkori baptista közösségek sora Magyarországon. Rothmell János által például, aki az angol missziótársaságnak, amely William Carey által lett megalapítva, pontosabban egyik misszionárisa volt ő is, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ez a missziótársaság elindítsa a külmissziót William Carey látásának, erről majd szólok egy pár szót. Milyen fontos az tehát, hogy misszionárisok menjenek ki, és vigyék az evangéliumot más népek, nemzetek közé is. Aztán mondja az írás, hogy merítsétek be őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ez a második feladat. Elmenni, hirdetni és tanítvánnyá tenni az embereket, majd akik Krisztus követésére szánták oda az életüket, megtértek, újjászülettek, a Szent Háromság egyik az Örök Isten nevében, be kell meríteni őket, akik újonnan megtértek és újjászülettek. A bemerítés gyakorlati részét tekintve pedig egyértelmű a Bibliában, hogy nem össze-vissza mindenki merített be. Tehát valaki kitalálta, elmondta az utcán, az ember, hogy gyere a fürdőkádba, benyomlak. Arra avatottak merítettek be, bemerítő Jánostól kezdve, a názareti Jézus, az általa megbízott apostolok, Fülöp diakónus, aki evangélista is volt, ő merített be. Nem össze-vissza merítettek be az emberek, a Bibliában sem. A biblikus bemerítéshez legalább 2 dolog kell. Tartalmi és formai egyezőség is szükséges. Egyik tartalmilag az, hogy megtérés, újjászületés történjen az ember életében.
valóban a Szentlélektől szülessen újjá, Szentlélek is igált a szülessen újjá, és valóban a hitét Jézus Krisztusba vesse, mint aki az ő bűneiért halt meg, és nyert így ezáltal a bűnbocsánatot. Tartalmilag pedig, ez a tartalmi, a formai rész pedig az, hogy teljes vízállamerítéssel történjen, és arra avatott személyek, akiket a helyi gyülekezet bíz meg erre. Tehát megvan az avatottsága, a felhatalmazottsága a helyi gyülekezetben. És ebben azt is kell mondanom, hogy helyi gyülekezetben kell történjen, mert a bemerítés általunk való meggyőződésünkből fakad, ugye a Apcsák 2-ből látjuk ezt, gyülekezeti tagsággal is járt. Azaz, tanítvány ez csak azt lehet, aki el van kötelezve helyi közösségben. Azt fogjuk tudni tanítani. Ez volt tehát a bemerítés. A bemerítéssel kapcsolatban azonban egy dolgot, mint említettem a múlt héten, mindenképpen meg kell néznünk. Mi van a tűzbe való merítéssel? Erre komoly teológiák vannak felépítve, könyveket írnak erről, és nagy lelkes prédikációk hangoznak el. Mire alapozzák a tűzbe való bemerítést? Mint egy harmadik bemerítést. Tehát ugye vízbemerítés, szentlélekbemerítés és tűzbemerítés. Ne jegyetek meg, ne jegyetek rémült arccal rám. Higgyétek el, nem fogok maraságot mondani, nyugi. Én vízbe merítelek titeket, mondja bemerítő János, hogy más felismerése térjetek. Ez a megtérés. Ám aki utánam jön erősebb nálam, és arra sem vagyok méltó, hogy megoldjam a saruját, vagy a saruját vigyem, mondja Csia fordítása, ő majd Szent Szellembe és tűzbe merít titeket. Egyrészt fölhívom a figyelmeteket, hogy itt és van. Tehát kapcsolódik a kettő egymáshoz. A mi dolgunk tehát, hogy a megtért újjászületett embereket vízbe merítsük. Krisztus pedig megcselekszi azt, hogy Szent Szellembe meríti. Na de hát mi van a tűzzel? A római levél azt mondja, mert nem a szolgaság lelkét, szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, abba atya. Azaz, nem lehet újjászületni anélkül, hogy a Szentlélek valakiben lakozást ne vegyen. Az Isten szellemet ez bizonyságot, ami lelkünkkel, szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk, azaz a Szent Szellemnek be kell meríteni a Krisztus testébe bennünket, újjá kell szülni bennünket, lakozás kell venni az életünkben, különben nem lehetne bennünk a bizonyosság arra nézve, hogy mi Istenhez tartozunk. Tehát Krisztus merít be bennünket a Szent Szellembe, azaz létrehozza bennünk a bizonyosságot, hogy Istenhez tartozunk, ezt nem lehet emberileg létrehozni. Újjá szül bennünket. De mi van a tűzzel? Ismét felteszem a kérdést. Mit jelent akkor, hogy Szent Szellembe és tűzbe merít be? A tűz a Szent Szellemnek az egyik tulajdonsága. Egyik biblia kutató azt írja, hogy valójában úgy is mondhatnánk ezt, hogy tüzes Szent Szellembe merít be. Azaz a tűz, a szenvedély, az elkötelezettség Isten szellemétől elválaszthatatlan. Ez a Szent Szellem tulajdonsága. Nem lehet vízes Szent Szellembe bemerítkezni, csak tűzes Szent Szellembe lehet bemerítkezni. Vízbe be kell merítkezni, de be kell merítkezni tűzes Szent Szellembe is. És ez a kettő van, nincs több. Az erőtlen kereszténység hozta létre ezt a harmadikat, amikor rájöttek arra, hogy mikor azt szenteli valaki az életét, akkor fellobban a tűz. De ez nem valami harmadik dolog, hanem ezt kéne jellemezze minden keresztény életét, ha valóban engedelmeskedne a Krisztusnak, és valóban Krisztus követné élete minden napján. Figyeljétek meg, hogy amikor engedelmességbe járunk, akkor milyen buzgalommal tör fel bennünk Isten szelleme. Amikor napokig Krisztusra figyelünk, és őt imádjuk, őt dicsőt életet élünk, milyen isteni erő nyilvánul meg az életünkben? Hát a tűzes Szent Szellem teret kap az életünkbe. Ez történik. Igen. Amikor ébredésre várunk, akkor nem a tűzes Szent Szellem mert való tűzre várunk, hanem arra várunk, hogy Isten természet feletti kegyelme folytán, konkrétan egy adott lokális helyen, nagy tömegben térjenek meg a Krisztus még nem ismerő emberek. Ez az ébredés. Isten csodája folytán, konkrétan egy lokális helyen, természet feletti módon nagy tömegben térnek meg az emberek. Ez az ébredés. Ez Isten teszi. Isten csodája teszi. No, de ahogy hallottuk a gyerekbemutatáson is, van ebben nekünk is dolgunk. Hogy ez el tudjon jönni. Azaz ilyen, ez meg tudjon történni, hogy Isten szellem ilyen erőteljesen tud működni, munkálkodni a Krisztus még nem ismerő emberek életében.
Azt mondja a Szentírás, hogy mindjárt ugyanazzal a szellemmel itattattunk meg, azaz minden keresztényben ugyanaz a szellem van. Nincs tüzes szent szellem, meg nem tüzes szent szellem. Csak tüzes van. És aki közösen közösségben van a szent szellemmel, az rájön, hogy nincs más szent szellem. Csak tüzes szent szellem van, az nem csügget szent szellem. Az lelkes szent szellem. Erőteljes szent szellem. Hitteltelje szent szellem. Krisztus dicsőítő szent szellem. Az evangélium munkájában buzgó szent szellem. Nincs más. Tüzes. Azt mondja a bemerítő János, én be tudok meríteni vízbe titeket, de nektek nagyon nagy szükségetek van arra, hogy az Úr Jézus bemerítsen titeket tüzes szent szellembe. És betöltekezzetek Isten szellemével. Ugye ez már egy folyamatos, sokszor megtörténő esemény, amikor az ember teret ad Isten szellemének, és úgy mondjuk, hogy betöltekezi Szent Szellemmel, azaz kiteljesedik Krisztus uralma a Szentlélek által az életünkbe, mert átadjuk neki a kormányzást. Kérdés tehát, a legfontosabb kérdés tehát, hogy átadjuk-e az életünk feletti irányítást a tüzes Szent Szellemnek. Oda szánjuk erre magunkat, hogy az ő akarata szerint meg tudjon nyilvánulni rajtunk keresztül. Egy ilyen odaszánt életű kereszténység evangélium magvetését követheti a bőséges aratást. Isten az, aki megöntözi a földet korai és késő esővel. Jakab azt mondja, hogy legyetek tehát türelemmel, Jakab 5:7. Testvéreim, az Úr eljövetelig. Íme a föld művelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késő esőt kap. Tehát bőségesen megöntözi Isten a földet. Azt mondja, amikor dolgozol, hirdeted az evangéliumot, akkor várod, hogy az Isten meglátogassa a vetésedet természetfeletti módon mennyei esővel. Azaz megérintse az emberek életét. Sok ilyen eset van, amikor egyszer csak valakinek a szíve megnyílik. Olyan helyzetbe kerül, amikor nincs más megoldás. És aki kőkeményen ellenállt az evangéliumnak, téged hív segítségül. Segíts rajtam! Félek a haláltól! Segíts! Amíg ilyen természetfeletti eső azonban nem jön, addig nekünk öntözni is kell. Vinni kell egy kis locsolót, és evangélizálsz, aztán locsolgatod. Locsolod, a mag még mag van benne az ember életében. Még nem látsz semmit, hogy abból kibújt volna valami. De tudjátok nagyon jól, hogy a magot vett valaki a földbe, azt öntözni kell. Így van? Locsolni kell, hogy kihajtson, megerősödjön. Amíg nem jön az ébredés esője, kedveseim, még ez is meló. Ez se annyi, hogy eljött dicsőíteni vasárba gyűlibe, azt letudtam. Azt mondja, menjetek el! Tehetek tanítványa minden népet, és ebben benne van az, hogy öntözzétek a magot az emberek életében. Hogyan? Fenntartom a kapcsolatot, imádkozom érte, készen létben vagyok, figyelek a Szentlélekre, lehet Isten szelleme szól hozzám, küld ennek ezt az igét, menj el hozzá, hívd fel telefonom, bocsáss meg neki, viseld el, mert most olyanja van. Ne rúgd vele össze a port, mert akkor elveszíted a lehetőségét annak, hogy az evangéliumot hirdessed. Hányszor eszembe jut ez? Akkor nehéz helyzetbe kerülök nehéz emberekkel. Nem is mondom, mit csinálnék velük ember indulatomban. Azt mondom, Uram, adj erőt nekem. Nehogy akarája legyek annak, hogy az ember megtérjen. Többször volt, hogy Uram, nem szeretnék úgy viselkedni vele, hogy bejön itt az ajtón gyülekezetbe, és meglát engem, és kifordul azonnal. Ha ilyenek is itt vannak, mint ez, akkor engem nem érdekel az egész. Inkább befogom a számot, Uram, és imádkozok. Kerülök még egy kört. Sétálok egyet. És imádkozok, hogy lenyugodjak. Miért? Mert fáradtságos munkával kell megküzdeni, hogy abból a földből legyen aztán aratás. Tudtátok ezt? Azt, hogy almafa almát teremjen, vagy egy szőlő teremjen, folyamatosan dolgozni kell vele. Így van? Folyamatosan dolgozni kell vele. Hogy aztán belarapas, és milyen finom gyümölcs. Jaj, de jó. Na, de mennyi meló volt abban? Mennyi kártevőtől kellett megőrizni, mennyi kellett permetezni, metszeni, gondozni, körbásni, trágyázni, ha már a földművelésről beszélünk egy ilyen városi környezetben. Egész életszerű példa, igaz? Vegyünk egy projektet. A projekt sem teljesül, ha nem dolgozol rajta naponként, nem szer össze a csapatot, nem tűzöd ki a célokat, a mérföldköveket.
Nem méred azt vissza, nem nézed ki, hol tart, mit csinált, hol akadt meg, teljesíthető, nem teljesíthető, megvan-e minden eszköz, vagy nincs. Az sem fog teljesülni, csak úgy magától. Egy szívműtét. Magától csak úgy bemegy valaki, betoljátok, és hopp! Hát nincs. Tervezni kell, be kell avatkozni, végig kell csinálni, és könyörögni kell, hogy túl is élje a beteg. És mi meg is gyógyuljon. Az életünk tele van olyan esetekkel, amikor nyilvánvaló, hogy nem csak magától történnek a dolgok. De az Isten szellemének munkájában azonban számíthatunk a természet feltételezése arra, amire mi soha nem vagyunk képesek. Azaz, hogy a szívét megnyitja az Úr annak az embernek, aki felé szolgálunk. Pál apostol azt mondja, én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést Isten adta, áldassék az ő neve. Ezért az se számít, aki ültet, az se, aki öntöz, hanem minden dicsőség azé, aki a növekedést adja az élő Istené. Látjátok, Pál apostol mit mond? Gyerekek, oda mentem 2 évig, keményen szolgáltam Korintusba, olyan kemény volt a föld, mint a beton. Én szolgáltam, mentem, hirdettem az apostoli munkát, aztán még kellett Apollós. Ez egy kiváló tanító volt. Ez meg locsolgatta őket. Ugye sok ficamodásból kiegyenesedjenek, és normális sár életet tudjanak élni. És látszódjon rajtuk, hogy tényleg hívő emberek. És legyen ott egy gyülekezet. Tanítva őket, ugye a bemerítés egyszer esemény, a tanítás egy folyamatos dolog. Újra és újra tanítani kell. Mire kell tanítani? Krisztus parancsát kell tanítani az embereknek, és meg kell mutatni, hogy lehet azt betölteni. Ezért olyan emberek tudnak tanítani, akik hitelesek, akik maguk is azon az úton járnak, amiről beszélnek. Azaz, azt tudják mondani, kövessetek engem, ahogy én Krisztus követem. Enélkül nem lehet. Éppen ezért a tanítás szolgálata hiteles módon a helyi gyülekezetben valósulhat meg, ahol nyitott könyv az ige hirdető élete. Látjátok a gyerekeiket, a családjukat, és látjátok, hogy nem humbuk az egész. Interneten rákattintasz, az se tudod, hogy ki fia borja. Bármit mondhat. De a helyi gyülekezetben, egy házi csoportban nem lehet humbukolni. 5, 6, 8, 10, 20 éven keresztül, hogy szoktam mondani, kibukik a szög a zsákból. Előbb-utóbb kibukik a szög a zsákból. Nem valóságos. Ezért azt mondja az írás, igenis, a tanítóknak nagy felelőssége van, de tanítsátok az új hívőket. Igen. Pál apostol azt mondja, több helyen is egyébként, legalább 3 helyen, legyetek követőim 1 Korintus 11.1, mint én követem, követője vagyok Krisztusnak, és a Filippi 3.17, ez nagyon jó, legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogy a mi példát adtunk nektek, tehát bennünket, ahogy mi követjük a Krisztus, már követnek bennünket. És végül néhány személy, akik komolyan vették Krisztus parancsát. Beszélhetnénk a katolikus hittérítőkről, akik Dél-Amerikában öldököltek, és néha fanyar módon az emberek szemére hányják a kereszténységnek ezt a torzulást. Na most ugye ennek aztán semmi köze nem volt a Krisztus evangéliumának prédikálásához. Ebből azért mégse induljunk ki. Tehát államhatalmi érdekeket kiszolgáló papoknak a tevékenységét ne vegyük alapul, és ne tegyünk egyenlőséget a Krisztus missziója és e között. William Carey 1792-ben megszólította a misszióparancs által őt az Isten, és egy kiáltványt készített, hogy vigyük el minden népnek az evangéliumot. És ez a Baptist Atyafit a angol missziótársaság kiküldte, kirendelte, és elment Indiába, hogy hirdesse az evangéliumot. Mivel nem ismert a nyelvet, földet kezdett művelni, nagyon szegény körülmények között, és mintegy 7 éven keresztül tanulta a nyelvet, és hirdette az evangéliumot. És 7 év kellett ahhoz, hogy az első emberek megtérjenek a szolgálata nyomán. A 27 vagy még több nyelvre is lefordította a Bibliát, hogy a ott élő emberek saját nyelvükön hallhassák az evangéliumot. Helyi megtértekből több gyülekezet is alapított Indiában. Helyi gyülekezetekben megtértekből missziómunkásokat nevelt és képzett ki, mert azt mondta, hogy a kultúrában élő ember leginkább tudja az ugyanabban a kultúrában élő embert elérni az evangéliummal. A jelszava ez volt. Várj nagy dolgokat Istentől, és vállalj nagy dolgokat Istenért. Aztán az ő munkatársa vagy tanítványa,
követője, Adoniram Hudson, szintén baptista misszionáris, Burmában, a mai Myanmarban szolgált. Felesége és gyermeke meghalt, de ennek ellenére nem adta fel a küldetését. Kitartott, és halálakor mintegy 7000 keresztény volt már a nulláról Burmában. 163 helybéli misszionáris küldött ki a nemzet különböző részeibe, hogy hirdessék az evangéliumot. És ő mondta, ha áldozat nélkül sikerül, az csak azért lehetséges, azért van, mert valaki szenvedett azért előtted. Tehát ha lesz egy ébredés, úgyhogy te nem csináltál semmit, az nem azért van, mert te olyan nagyon imádkoztál, hanem azért van, mert valakik szenvedtek azért. Magot vetettek. Más volt a vető és más az arató. Ilyen történt. Ilyen van. De erről ne írjunk már könyveket, hogy ezt így kell csinálni. Mert ebből ezt az nem lehet követni. Mert ennek nincs valóság alapja. De igenis, Isten megcselekedheti azt, hogy aratni fogsz az előző generációk vetéséből. Ha sikertelenül áldozol, azt mondja, az azért van, hogy valakinek később sikerüljön. Azaz mondja a barátunk, hogy nincs eredménytelen misszió. Mert ha vetsz valakinek az életében, előbb-utóbb annak lesz gyümölcse. Aztán John Williams, csendes-óceáni szigetek apostola, bement egy gyülekezetbe, az igéhirdető hirdette az igét, és ezt az igét mondta, mert mit használ az embernek, az egész világot megnyeri, a lelkének elveszíti kártva. Annyira megérintette az Úr ezzel az igát, hogy megtért, átadta az életét Jézus Krisztusnak, és egyből vett a misszió parancsot is, és oda szentelt az életét, hogy elmegy hirdette az evangéliumot. 2 éves felkészítésen vett részt, és akkor volt 20 éves, és a 19 éves feleségének a kezét megfogta, fiatal házasként, és elmentek a csendes-óceáni szigetek emberevő törzseihez hirdetni az evangéliumot. Bocsánat, nem William Kelly volt a 7 év, hanem ő. 7 évig hirdették totális eredménytelenséggel az evangéliumot. Látszólag teljes eredménytelenséggel szolgáltak a benszülött törzs felé, de 7 év után megtértek a sziget lakói. Sőt, olyan tüzet fogtak, hogy ezzel az evangéliummal elkezdték látogatni a környező emberevő törzseket is, és már ebből a törzsből lévő misszionáriusok mentek ki, és hirdették az evangéliumot. Végül az Eromanga nevű szigeten megölték John Williams-t, és meg is ették az emberevők. Ú, de ciki. 50 évvel később azonban ezek leszámozottai mind megtértek. És emlékművet állítottak annak, aki elvitte a Jézus Krisztusról szóló szabadítás örömhírét hozzájuk. És képzeljétek el, látjátok, ez a 18-19. Században történik. A második világháborúban erre a szigetre, ahol őt megölték és végül megtértek 50 évvel később, amerikai katonák vetődtek. Ezek a benszülöttek bizonságot tettek nekik Jézus Krisztusról, és többen közülük megtértek. Ott hallották a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, évtizedekkel később. Érdemes vetni? Tüzes Szent Szellemről beszélünk? Nem lehet eloltani? De beszéltünk David Livingstone-ról, híres felfedező misszionáriusról, vagy Gerhard Onkenről, Európa apostoláról, a hamburgi baptista gyülekezet lelkipásztoráról, aki mintegy 10 országba küldött ki misszionáriusokat, de nem hagyhatjuk egy Corrie ten Boom-t sem, aki ellenálló volt a náci fasizmus idején, amikor elfoglalják Hollandiát, ők elkezdenek, apja óráműves volt, és ő volt az első női órásmester. Építenek egy barátja segítségével egy rejtekhelyet, ahol zsidó menekülteket bújtatnak. Van egy besugó elárulja őket, és akik ott a házában vannak, velük együtt, családdal együtt elviszik koncentrációs táborba, azonban a rejtekhelyen lévő hadzsidó embert nem találják meg, azok túlélik. Ők viszont mind meghalnak, az egész család kivéve Corrie ten Boom. Megtért emberről van szó, nem hagyja el a hitét a koncentrációs táborban sem, mikor kijön, az Isten bűnbocsánatáról szól, evangéliumot kezdi prédikálni. Egy alkalommal az egyik náci őr jön vele szembe, hogy
bűnbocsánatot kérje Jézus Krisztustól. Arról az őrről van szó, akinek nagy szerepe volt abban, hogy meghalt a testvére, halálra kínozták a testvérét. És azt mondta, hogy de Uram, ezt nem gondolt komolyan. Hogy én ennek bocsássam még. Még én imádkoznak ezért az emberért, aki halált érdemelne. Ez pillanatokat futott át rajta, és jött felé ez a német ember. És azt mondta, nem. Uram, adj nekem erőt, hogy tudjam közvetíteni a megbocsátás üzenetét. És kinyitotta a kezét, és azt mondja, azt írja a könyvében, hogy mintha a tűz járta volna át. Elöntötte Krisztusnak az ereje, a Szentlélek erős szeretete, és ez az ember sírva vallotta meg a bűneit, és tért meg az élő Istenhez, megszabadulva a súlyos bűneiből, Jézus Krisztus kereszt áldozata útján. Van egy film is egyébként, The Hiding Place címmel, amely az ő könyvéből készült. Billy Graham mozgatta ezt, hogy megfilmesítsék. 1975-ben készült el ez a film, érdemes megnézni. És az ő nevéhez kötődik, hoztam egy kesztyűt, de ott hagytam az asztalom. Gyerekeket tanította, és fogott egy kesztyűt a kezébe, és megkérdezte, hogy gyerekek, ez a kesztyű tud-e bármit is megtenni? Tud-e egy poharat felemelni? És mondják, gyerekek, nem tud. Azt mondja, ám, de felhúzom a kezemre, mindent meg tud tenni, amit én. Szóval ilyenek vagyunk mi is. Magunktól semmit nem tudunk megtenni, ám, de a Krisztus felhúz a kezére, és betölt bennünket Szent Lelkével, akkor bármit meg tudunk tenni, amit ő meg akar tenni. Milyen jó példázat. A filmben is benne van ez egyébként, az ő nevéhez kötődik ez. Ilyeneket tanított gyerekeknek, mint gyerekmunkás. Igen. És utolsó előttiként még egy személy lesz, egy rendkívül fontos szeméről fog beszélni az utolsó diával kapcsolatosan, készülj rá. Ugyanis ezek az emberek mind meghaltak. Már nem élnek közöttünk, viszont a munkájuk és az életművük, a hozzáállásuk bátoríthat bennünket, akik ma élünk. William Franklin vagy Billy Graham, akiről tudjuk, hogy 11 elnökkel volt kapcsolata, 10 elnökkel volt baráti viszony, és mindegy 7 elnöknek volt tanácsadója is az Amerikai Egyesült Államokban. 3,2 millió embert ért meg evangelizációs alkalmaikon, és Billy Graham társaságot tudni kell, hogy ők nagyon becsületesek. Tehát ők nem nagyjából számolják, hanem nagyon akkurátosan, pontosan, utána menve, még a utógondozást is megnézve. Tehát ki az, aki ténylegesen megtért? A 3,2 millió ember, tehát nem az, aki előre szaladt, hanem aki valóban megtért, és tényleg nyilvánvalóan Krisztus követőjévé lett. És mindegy 2,2 milliárd ember hallott az evangéliumot a szolgálata során. Nyilván ebben benne vannak a rádiós és a szatellit evangelizációk. 1989-ben a kommunizmus összeomlásának jelentős eszköze volt az, hogy 77-ben vagy 89-ben a Népstadionban mintegy 120 ezer ember előtt hirdette az evangéliumot. És akkor jött a rendszerváltás. Meggyőződésem, hogy mind a 77-es szolgálata, egyébként hitt is ebben, tehát hitte azt, hogy be kell vinni az evangéliumot a zárt ajtókon belőre, és az Istennek az evangéliuma megrontja, megtöri az ördög erejét. És ez teljes hittel hozta be a kommunista blokkba az evangéliumot, ezzel a meggyőződéssel. És még egy szeméről van szó, egyetlen egy ember, aki rendkívül fontos, mert él. Mi? Én és te? Mert ezek a drága testvérek már mind meghaltak. Ők már senkinek nem tudják elmondani az evangéliumot. Mi vagyunk soron, kedvesem. Mi vagyunk soron, hogy betöltjük-e Krisztus parancsát, és folytatódik-e a történet. Mert voltak, akik megfizették az árát, hogy te itt legyél. De te megfizeted az árát annak, hogy amikor már te nem leszel, még legyenek itt mások. Megfizetjük, igaz? Komolyan vesszük, igaz? Bologattok? Bologattok? Imádkozzunk ezért, álljunk fel. Ha egyetért ezzel az imádsággal, akkor kérlek, mondd utána mondatról, mondatra. Mennyi atyám, áldalak téged, imádlak téged, szeretetedért, jóságodért, szentségedért, igazságodért. Köszönöm, hogy fiat Krisztust adtad az én bűneimért. Köszönöm, hogy hihetek ő benne, mint megváltomban, szabadítomban. Oda szállom most életemet, az engedelmességre.
adj kegyelmet, adj erőt, hogy a hétköznapokban szívem és fülem nyitva legyen, halljam a te hangodat, értsem a te ígédet, adj erőt nekem, hogy mindazt meg is tegyem. Áld meg a bizonyságtételemet, hogy emberek, akik hallják, megtérjenek, megszabaduljanak, és bemerítkezzenek a tüzes Szent Szelembe. Vidd tovább munkádat, Uram, és növeld a te gyülekezetedet, a megszabadultak, az üdvözülők seregével. Amen. 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 Foglaljátok helyet. Köszönöm a figyelmet.